21. alkalommal szervezte meg a Solymár Imre Városi Könyvtár a Völgységi Könyvfesztivált Bonyhádon a Perccel kertben. A háromnapos rendezvényre országos kiadókat, illetve helyi és környékbeli kézműveseket hívtak meg. Idén újak is vannak, aminek nagyon örülünk, illetve nagyon színes programokkal várjuk minden korosztálynak, igyekszünk rendezvényeket szervezni. Péntek délután 4 órától egészen vasárnap délig. Minden nap lesznek könyvbemutatók, gyerekírók, illetve felnőtt olvasóinknak helyi írók is lesznek, illetve péntek este a Taiko japán dob együttes koncertje lesz, szombat este pedig fényjáték lesz. Vasárnap az a sporté, az a fesztiválfutás, reggel 8 órától várjuk regisztrálni vágyókat, 9 órától lesz a manófutás, és utána pedig a felnőtt. És 11 órakor pedig tombola sorsolással zárunk. A célunk az, hogy minél több ember megismerhessen minket is, illetve a könyvkiadók könyveit kedvezményesen vásárolhatnak, tehát könyvekhez juthatnak, mivel sokan vannak, akik nem jutnak el a Budapesti Könyvfesztiválra, és akkor nekik itt azért megpróbáljuk bemutatni kicsiben. A rendezvényen a több mint 70 éve működő bonyhádi képzőművészeti kör történetét, egykori és jelenlegi tagjait bemutató albumot is megtekinthették az érdeklődők. A kötet Bonyhád város önkormányzata kiadásában jelent meg. Ez egy nagyon különleges dolog, hogy több mint 70 éve működik ez a képzőművészeti kör. A 48-49 környékén alakult. Pontos dátumot nem lehet tudni, többféle forrás mondja azt, hogy 48-ban, másik forrás azt, hogy 49-be. Tehát az, hogy ilyen régóta működik egy kör, az egy szerintem nagyon csodálatos dolog, és az meg különösen, hogy a jelenlegi vezető, Kovács Feri bácsi már több mint 50 éve vezeti ezt a kört. Fontos az, hogy a könyv bemutatja, hogy milyen dokumentumok, újságcikkek alapján tulajdonképpen egy kis történeti áttekintést ad, illetve előtte még egy olyan összefoglaló rész van benne, ami azt taglalja, hogy miért éppen a Bonyhádi Gimnázium egyik tanára volt az alapítója ennek a körnek, és a könyv egy másik részébe pedig bemutatjuk egykori és jelenlegi tagok közül, hát olyan 60-nál többet. De próbáltuk a névsort is összehozni, akik a 70 év alatt a kör tagjai voltak ifjúsági csoportba, vagy gyerekcsoportba, ifjúsági felnőtt csoportba, vagy gyerekcsoportba. Persze ez biztosan nem teljes, de így is egy elég szép lista kerekedett ki. A könyv ötletét a képzőművészeti kör 70 éves jubileumi kiállítása adta. Néhányan úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan csodálatos dolog, hogy jó lenne valamilyen kis emléket állítani ennek könyvbe, és szerencsére ehhez a város partner volt, és így sikerült kiadni a könyvet. Aki egy kicsit a képzőművészetek iránt érdeklődik, annak mindenképpen ajánlanám. Illetve azoknak, akik a kör tagjai voltak valamikor, mert a kör archívumából nagyon sok alkotást előbányáztunk, tehát lehet, hogy valaki nem is gondol arra, hogy az ő munkája belekerült ebbe a könyvbe. Feri bácsi összeszámolta, 430 valahány kép is van a szövegen kívül, és nagyon sok esetben, például, hogyha egy rajzversenyen díjat nyert valaki, akkor ott szerepel a neve a könyvbe. Tehát ilyen szempontból is érdekes lehet, illetve én számomra fontos volt az, hogy amik nevek fölmerülnek, Tolna megyei képzőművészek nevei, bármilyen újságcikk vagy egyéb dokumentum alapján, azokról a jegyzetekben végén van egy kis összefoglaló. Tehát egy picit
próbáltam úgy összeállítani a könyvet, hogy a körön kívül még egy kis megyei kitekintést is kapjon, aki a kezébe veszi ezt a könyvet. Kovács Ferenc 1970 óta vezeti a csoportot. Azóta én csinálom tulajdonképpen határtalan lelkesedéssel, mert különböző felkészültségű, különböző korú, különböző foglalkozású alkotó ember járt. És a könyvbe bele is írtuk azt, hogy tulajdonképpen azt tudja, hogy honnan, hogy hova jutottunk, aki azt is tudja, hogy honnan indultunk el. Mert van, aki teljesen, hát a munka mellett teljesen ismeretlenül a szakirányba úgy indult el, hogy egy önkifejezési jelleggel alkosson valamit. Az egyik vágyam az, hogy azért az a rengeteg tanítvány, ami nekem volt ez alatt a 68 év alatt, azért valami nyom maradjon, hogy ők milyen kiválóan alkottak. Félretettem nagyon sok gyerek munkáját, meg felnőtteknek a munkáját is, de felnőttekét inkább fotójelleggel, mert az ők megkapták mindig a munkájukat, de most is hát 17 aktív felnőtt van, aki jár a képzőművészeti foglalkozásunkra. És gyakorlatilag egy álmom valósult meg azzal, hogy a könyvet kiadtam.